Szeretettel üdvözlök mindenkit az iPhone 13 kicsomagoló videójában. Ebben a videóban a piros 13-at, valamint a Sierra kék 13 Pro Max-ot fogjuk kibontani. Ebben az évben a 13 és a 13 mini, valamint a 13 Pro és a 13 Pro Max gyakorlatilag megegyeznek egymással, csak és kizárólag a méretben térnek el egymástól, szóval kicsit redundánsnak tartottam azt, hogy hozzak nektek négy telefont. Megnézzük a kettő variánst, ami az idei évben elérhető. Kezdve először is az iPhone 13-mal. Tehát, az iPhone 13. A telefon egyébként az előző évi 12-höz képest egy picivel lett vastagabb, egy pár tized milliméterre, illetve egy kb. 10 grammos súly pluszt sikerült felszednie, ezzel pedig az akkumulátora egyébként jóval nagyobb lett, és ennek az üzemidejében is meglátszik bizony az eredménye, legalábbis papíron. Kíváncsi leszek majd, hogy a tesztelési időszakban erre mennyire fog tudni így rámutatni, mert úgy hallottam, hogy ez bizony igencsak jól kimutatható, de majd mutatják a számok. Az első dolog, amit mindenképpen meg szeretnék említeni, az az, hogy végre visszahozták a szép piros Product Red színt. Ezért is rendeltem pirosban a 13-at, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy ez a piros, ez jobb lesz-e, mint a tavalyi. Én a 12-nél nem nagyon tetszett nekem az a kicsit narancssárgás, kicsit lazacos piros, amit ők használtak, és hála Istennek a 13 egy ismételten nagyon bő, nagyon élénk piros színt használ, ami egyébként jobban összehasonlítható mondjuk az iPhone 8-ban használt színnel, és ennek én határozottan örülök. Az egyik legnagyobb érdekesség, amit megfigyeltünk ezzel a telefonnal kapcsolatban, az az előlapon fog minket fogadni, ahogy láthatjátok, a notch egy kicsit kisebb. Hogyha nem használtatok egészen eddig iPhone-t, vagy nem nagyon vagytok annyira ismerősek abban, hogy hogyan nézett ez ki, akkor valószínűleg ez nektek nem is nagyon tűnne föl. És el kell, hogy mondjam, nekem sem volt annyira hatalmas nagy a változás ezen a téren, de mindenképpen említésre méltó, hogy a hangszóra az most fölcsúszott a felső kávához, és most már ugye nagyobb a tér, ahol képernyőnk van a képernyőnek a tetején. Egyébként, hogyha a telefonunkat szeretnénk setupolni, akkor ez a következőképpen fog történni. Ugye van egy ilyen kis hello screenünk, pont magyarul jelent meg, ahol kis csíkunkat felhúzzuk, és hozzá is férünk a nyelvválasztáshoz. Itt ki tudjuk választani, hogy milyen nyelven szeretnénk magát a telefont használni. Én most legörgetek egészen magyarig, szuper. Ország vagy régió kijelölése, most szépen legörgetünk ismételten Magyarországig. Itt azért tudjuk ezt különbözőképpen kiválasztani nyilván, mert hogyha mondjuk nem Magyarországon élünk, akkor ahhoz, hogy a normális naptár használat, illetve a normális jelenlegi dátum, illetve pontos időben legyen neki adva, ahhoz fontos, hogy tudja, hogy milyen régióban vagyunk. Itt most lehetőségünk van a gyors kezdés funkciónak a kiválasztására, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha jelenleg van egy másik iPhone-unk, aminek a tartalmát szeretnénk gyorsan átmásolni erre a telefonra, akkor azt egyetlen egyszerű funkcióval meg tudjuk tenni. Ezt nem ennél, hanem majd a Pro Max-nál fogom megejteni, úgyhogy itt csak egyszer rányomok, hogy kézi beállítás. És innentől kezdve a megszokott, már minden évben ismétlődő setup folyamatot fogjuk látni. Ekkor lehetőségünk van kiválasztani a Wi-Fi hálózatunkat, amin aktiválni tudjuk majd a telefont, vagy hogyha van SIM-kártyatok, amit be akartok helyezni, akkor nyilván ezt most megtehetitek, és akkor ez megtörténik majd a mobil hálózatokon keresztül, nem pedig ugye Wi-Fi-n. De mi most Wi-Fi-t fogunk választani, mert nem raktunk SIM-kártyát a telefonba. A hálózatra csatlakozás után a telefon automatikusan aktiválja önmagát, és ez az aktiválás egyébként jelenti azt, hogy mostantól indul
a garanciája a telefonnak. Adatvédelmi feltételeket itt tudjuk elfogadni, és be tudjuk állítani a Face ID-nkat. A Face ID az iPhone-okon található biometrikus azonosító, és itt nincsen ugye új nyomatolvasó, meg semmi hasonló. Itt az arcotokkal tudjátok feloldani a telefont, hogyha ez ugye, új információ lenne egy-két embernek. És fontos megjegyezni, hogy ez a telefon ez nem a szemeteket vagy íriszteket nézi, ez ténylegesen az arcotokat figyeli, és ezért egyébként biztonságosabbnak is mondható, mint egy új lejamat. De kezdjük meg a képünknek a beolvasását, és ez videón igen érdekesen szokott kinézni. Bemérjük a fejünket, és utána minden irányban meg kell neki mutatnunk, hogy hogy nézünk ki. Ezek után pedig ugyanezt meg kell csinálni, csak egy kicsit lassabban. Ennek köszönhetően pedig a telefon minden irányba fel fog minket ismerni. Nyilván ezek után egy jelkódot még hozzá tudunk adni a telefonhoz, mert ez szükséges ahhoz, hogy a Face ID működőképes legyen, hogy nyilván, hogyha nem ismeri fel az arcunkat, akkor valahogyan be kell jutnunk a telefonba. És miután ezt megadtuk, a telefon ezt gyorsan elmenti magában, és itt most lehetőségünk van, ugye különböző visszaállítási lehetőségekre. Hogyha már volt előtte egy iPhone-unk, akkor lehetőségünk van az iCloud-ba készített biztonsági mentésünkből visszaállítani a telefonunkat. Hogyha a gépünkre, tehát Windowsra vagy Macre készítettünk egy lokális biztonsági mentést, akkor azt is vissza tudjuk tölteni magára a telefonra, illetve egy másik iPhone-ra is tudunk adatátvitelt készíteni, abban az esetben nyilván észszerűbb lett volna a gyors adatátvitelt választani a setupnak a legelején. Van lehetőségünk Androidra költöztetni, ez valami, amit majd mindenképpen meg szeretnénk nézni a jövőben egy videóban, illetve van egy opciónk, hogy ne legyen költöztetés. Én most ezt fogom választani, én ezt egy teljesen friss telefonként szeretném indítani, és itt most lehetőségünk van belépni az Apple ID-nkkal. Bár nem 100%-osan kötelességetek az, hogy ezt létrehozzátok ahhoz, hogy ez a telefon használható legyen számotokra. A legtöbb funkció az Apple ID-hoz van kötve, olyan, mint például az Apple Pay, tehát a telefonos fizetés, vagy az iMessage, ami ugye az Apple-nek az üzenetküldő szolgáltatása, a FaceTime, ami ugye az Apple-nek a videóhívás szolgáltatása, illetve a különböző olyan felhőalapú szolgáltatások, mint például a jelszavaknak a mentése, az e-maileknek a normális szinkronizálása és hasonló dolgok. Szóval az Apple ID az mindenképpen egy fontos dolog szerintem, és én ezt most ide meg is adom gyorsan. Abban az esetben, hogyha két lépcsős azonosítást használtok, akkor kapni fogtok az előző eszközötökre egy értesítést, itt el kell fogadnotok, hogy igen, ez az eszköz most általán van setupolva, és nem valaki fel akar engem törni, és az itt megkapott kódot kell beírnunk a telefonra, amit éppen setupolunk. Ebben az esetben ez 069, nice, 533. Ezek után a telefon automatikusan tovább lép, és lehetőségünk van elfogadni az általános szerződési feltételeket, valamint az összes ilyen további mambo-jambot, ami ugye különböző jogi kérdéseket vet föl nyilván a setupban. Itt lehetőségünk van nyilván az Apple Pay-t is hozzáadni a telefonhoz, hogyha kártyánkat szeretnénk ugye az iPhone-unkhoz hozzáadni, hogy telefonnal tudjunk fizetni. Én ehhez a telefonhoz nem szeretném hozzáadni, mert már hozzá van adva másik mobilomhoz. Képernyőt engedélyezni. Illetve megjelenésben ki tudjuk választani, hogy világos vagy sötét témát használni a telefon alapból. Én a beállításokban utána szoktam átállítani arra, hogy automatikusan változzon és váltsát sötét témára este, világosra pedig nappal, de ez személyes preferencia kérdése. Valamint ugye iPhone-on van egy lehetőségünk egy nagyított témát használni, ez főleg olyan embereknek szerintem hasznos, akik nem látnak túlságosan jól, vagy mondjuk idősebbek. De én a normál módot szeretem használni, minél több tartalom, annál jobb. És üdvözli az iPhone! Ahogy látjuk, a kezdő képernyőnkön már alapból használunk egy-két widgetet, ez hála annak, hogy az iOS 15 az így indul már gyárilag out of the box, és láthatjuk, hogy itt olyan két oldalnyi finom alkalmazásunk, mondjuk a beállításokban, akkor láthatjuk is azt, hogy már nem egy alkalmazás található magán a telefonon, de az alap 128 GB háttértárunk bizony elég sok helyet fog adni ezeknek az appoknak, szóval ilyen téren szerintem nem kell aggódnunk attól, hogy alapból tele van szemetelve idézőjelesen a telefon. És ennyi is lenne a setup. Visszatérve a setupolási folyamathoz, itt láthatjuk, hogy itt is ismételten visszatértünk a Quick Starthoz. Most meg szeretném nektek mutatni, hogy ez pontosan hogyan működik. A Quick Start használata kifejezetten egyszerű. Amikor az új telefonokon eljutok erre a képernyőre, akkor a régi telefonokat elővéve, annak az alján megjelenik egy új tab.
Ez a talp azt fogja nekünk mondani, hogy új telefonnak a setupolása. Ugye lehetőségünk van rányomni a tovább gombra, és ekkor a régi telefonunkon megjelenik egy ilyen kis olvasó. Láthatjuk, hogy az új telefonunknak a képernyője maximális fényerőre váltott, és egy ilyen köd felhő kezdett el táncolni rajta. Miután a régi telefonunkkal beolvastuk ezt a köd felhőt, ezt a telefont le is rakhatjuk. Nem szabad lezárni, de lerakhatjuk. Ekkor az új telefonunk kéri az előzőnek a jelkódját. Nyilván miután megadtuk ezt a kódot, utána már rájöttek, hogy ó, igen, most már biztos egymással kommunikálunk, és innentől kezdve ugye a telefonunk egyből aktiválódik, mindenféle wifi hálózathoz való csatlakozás nélkül, hiszen csatlakozott a wifi-re, hála az előző telefonnak az információinak. Itt lehetőségünk van most ugye megadni a Face ID-t ennek az új telefonnak, ugye itt is berögzíteni ezt a dolgot, ez valami, amit nem tud átküldeni, mert ez egy nyilván biztonságosan és titkosítva tárolt dolog, amit nem lehet csak úgy átküldeni egyik eszközről a másikra. És itt fel is ajánl nekünk a lehetőséget, hogy áthoz minden adatot, amit csak szeretnénk, előző telefonunkról, ebben az esetben 12. Maxonimról. És itt ki is írja, hogy egyébként nagyjából mennyi időt fog valószínűleg mennyi időbe fog telni ez a folyamat. Ebben az esetben 1 óra 30 perc, ez azért van, mivel ezzel a telefonon 200 giga adatot tárolok. Szóval abban az esetben, hogy rányomunk a Continue gombra, akkor minden adat átmásolódik erre a telefonra, és gyakorlatilag egymásnak másolata lesz ez a két telefon. Abban az esetben ez egy nagyon hasznos funkció tud lenni, hogyha egyszerűen csak telefont akarsz váltani, de nem akarsz bajlódni azzal, hogy újra setupold, újra letörzsd az alkalmazásokat, újra beállogass mindent a beállításokban, a megfelelő ébresztőket hozzáad a telefonhoz, a megfelelő háttérképet beállítsd, mert minden átmásolódik az új eszközödre. Ez mindenképp egy nagyon-nagyon könnyű költözési lehetőség. Azonban, hogyha nem probléma, én ezt most nem lépném meg. És itt van további költözési lehetőségeink is egyébként, hogyha szeretnék máshogyan megoldani az adatátvitelt. Itt lehet, hogy van lehetőségünk másik Apple eszközre ugye átmásolni ide a termékeket, hogy nem csak egy iPhone-unk van itt a környéken, valamint ugye itt láthatjuk, hogy milyen beállításaink vannak, ugye amiket mindenképpen áthozna, illetve milyen opciókat használna, amikor majd áthozza a beállításokat. Itt ezeket teljesen személyre tudjuk szabni itt a custom beállításokban, ahol ezekhez mind nyilván hozzáférünk, valamint hozzáférünk azokhoz a setup opciókhoz, mint hogyha egy rendes setupolási folyamat során csinálunk dolgokat, itt lenne ez egy don't transfer apps and data, tehát ez, hogyha alkalmazásokat és fájlokat nem szeretnénk áthozni, akkor gyakorlatilag nem fogja áthozni nekünk az információnak a nagy részét, hanem áthozza nekünk a különböző beállításainkat, és szerintem ezzel fogok most menni, mert egyébként nagyon-nagyon-nagyon sok ideig tartna. Ha nézzétek, áthozza a kártyáinkat, ez nagyon szuper! Ahogy láthatjátok, abban az üzemmódban, hogy nem másoltunk át semmit, gyakorlatilag annyit tettünk, hogy bejelentkeztettük az Apple ID-nkba a telefont, anélkül, hogy nekünk fizikailag be kellett volna írnunk adatokat ezzel kapcsolatban, de ez a legtisztább, snasszabb módja az adatátvitelnek, ezt nyilván, ahogy említettem, sokkal durvábban is meg lehet ejteni, csak az én esetemben ez egy kicsit körülményes és időigényes, hála az igen nagy mennyiségű adatnak, ami a telefonomon van. De ez a Quick Setup. És szerintem ebben a videóban összvisz ennyit szeretnék nektek mutatni, nem szeretnék túl sok point lelőni majd a bemutató videókról. Ugyanis mind a 13-ról, mind pedig a 13 Pro Maxról egy külön bemutató videó fog majd készülni a csatornán, a következő hetekben fognak majd megjelenni ezek a videók, az iPad mini 6. generációjával együtt, amiről szintén készítettem a mai nap egy unboxing videót, amiben még nem láttátok, akkor azt mindenképpen tekintsétek meg, itt a videó végén láthatók is, indexképen is rá tudtok kattintani, hogyha olyan felületen vagytok, ahol erre van lehetőségetek. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek ezt a videót, legyetek jók, és további szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!